Hogyan kerülhet féreg a kutyában? El lehet kerülni ezt. Tehát itt a féreg az egy viszonylag széles kifejezés. Beszéljünk először az általánosan és fontos belső parazitákról, amit általában féregnek szoktunk mondani, vagy féregnek hívnak. Tehát ezek bélférgek. Ezeknek a, ezeknek a fölvétele az részben a bolhákkal, részben a kutya-macska élete során ragadozott kisebb emlősökkel, mások, más kutyáknak a váladékaival szájon át történik. A bélférgeknek a ciklusa az nagyon változik attól, hogy milyen féregről beszélünk, de mindegyik a bélben, bélnek egy adott szakaszában élősködik, és ezért fontos, hogy a, ezeket a bélférgeket folyamatosan és rendszeresen írtsuk, és itt a rendszeresen az aláhúzandó. Van egy törvényi kötelezettség is, évente egyszer a veszettségoltás mellett egy férekajtás az kötelező, de ez édeskevés abban a, abban a, helyzetben például, ahol a kutyát pórázon a lakótelep környékén sétáltatjuk ott, bele-bele nyal ebbe a amamba, és utána esetleg az, a saját ágyunkba beengedve, hát részben hát a, 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 ezeket a fertőzéseket rákenheti az a ágynemünkre is, tehát itt egy sokkal, sokkal sűrűbb férjekhajtásra van szükség. Ha férget még kicsit szélesítjük, és nem csak bélférgekről beszélünk, hanem mondjuk beszélünk bőr a érősködő bőrférgekről, illetve szívférgekről is, amelyeket ugye szúnyogok terjesztenek, és szúnyogok oltanak be a szervezetbe, a kutyának a szervezetébe, ott a megelőzés az már lényegesen szofisztikáltabb, bizonyos készítmények képesek, képesek arra, hogy ezeket a szúnyogokat is távol tartsák a kutyától, és ilyen formában megvédjék az esetleges fertőzéstől a kutyákat. Én azt mondom, hogy olyan körül olyan ö, endémiás területeken, Magyarországon is most már vannak endémiás területek a, a bőr és a szívféreg tekintetében, ö, és hát leginkább a szívféreg itt a fontos, mert az halálhoz is vezethet. Tájékozódjon az állatorvosánál, hogy azon a környéken ez egy endémiás területe, fontos-e a megelőzés, tesztelni kell, ö, ma már azt ö, mondjuk, hogy azoknál, az, azoknál az állatoknál is, amelyek az év 365 napjában lefedve távoltartó nyakörvek, illetve más írtószerek, tehát spoton készítményekkel jól fel voltak vértezve a szúnyogok ellen, Azoknál is érdemes egy évben egyszer egy tesztet vég, véghez vinni, egy rövid vértesztel, megbizonyosodni arról, hogy nincs-e mégis fertőzés, hiszen os védelem, ugyanúgy, mint ahogy a kullancsnál erről beszéltem, nincs a szúnyogok tekintetében sem és akkor ezt a kérdést itt hát elég zanzásítva válaszoltam nyilván, mert ennek a kifejtése az akár órákat is igénybe vehetne, de nagyjából ebben tudom így összefoglalni a lényegét a, a, a férges távoltartásról kérdésnek.